Képek a meteorról valószínűleg még a levegőben 60 felett felrobbant az a meteor, amit tegnap este a Dunától keletre több településen is észleltek. Az ökölnyi méretű kőzet fényét csak néhány másodpercig lehetett látni, akkor viszont az egész égboltot bevilágította. Magyarországon gyakran észlelnek meteorokat, 1866-ban Kárpátalján például egy meteorhullás után 10 tonnányi kőzetet találtak. A Magyarország felett áthaladt meteorról készült egyetlen felvétel. A szokatlan égi jelenséget tegnap 17 óra 50 perckor az ország több pontján is észlelték. Csak pár másodpercig tartott, de bevilágította szinte az egész égboltot, így már tűzgömnek számít. Tepi szecsön található az a webkamera, ami rögzítette ezt az eseményt. A Meteor keletről nyugat felé haladt, és megfigyelések szerint legvalószínűbb az, hogy 60 térségében érte el légkörünket. A Meteort valószínűleg az egész országban látni lehetett volna, de a Dunántúl felett tegnap felhős volt az ég. Ahol viszont ideális volt a megfigyelés, az nagyjából így a Budapest, Baja, Békés Csaba, Miskolc négyszöget lezáró terület. Ezeken a területeken ugyanis felszakadozott volt a felhőzet. 10 tonnányi metorkövet találtak. Ilyen is volt már a Kárpát-medencében. 1866-ban, amikor Kárpát aljára hullott egy meteor. Az akkor talált darabok ma szinte a világ minden jelentősebb múzeumában megtalálhatók. Szerencsére a tegnapi kőzet jóval kisebb volt, és nem is érte el a felszínt. Ezek egyébként kozmikus sebességgel érkeznek be a felső légkörbe. szor 10 km másodpercenként ez hatalmas sebesség, de a legnagyobb darabok, hogyha le is hullanak, az, azok általában szabad eséssebességével esnek. Hát az is elég jelentős, nem, nem szerencsés, hogy az ember fejbe korintja egy ilyen darab. Komolyabb sérülést azonban meteoritok Magyarországon még nem okoztak. A közelmúltban két hasonló jelenség is volt. Láttam, hogy egy viszonylag lassú tűzgömb szántja végig az eget. Tavaly nyáron Somogy megye felett robbant fel egy meteor. Egy évvel korábban még látványosabb meteorhullást lehetett észlelni, akkor szinte az egész országban azt hittem, hogy felkoplóban a kazán, az, az éjjel fél tizenkettő volt. A meteor Borsodabói zemplé megyében nagy robajjal járt, így riadalmat is okozott. A meteorit darabjait hetekkel később kassa környékén találták meg.